Bridget Veninger, Eve Tarlett, 24 karácsonyi mese. 24. fejezet, Manoé karácsonya. Nim nem nomi Vili, köszöntette a testvérét Vilma, és ásított egy nagyot. Nem tudod, mióta lakunk itt nagyapánál? De tudom, felelte Vili, ma december 24-e van. De vajon miért állított a nagyapa ilyen korára az ébresztőórát? órát? Odakint még világos van, Mózes apu mély hangja harsant fel a bajlang bejáratánál. Hó, ha, hó! Jól aludtatok? Öltözzetek gyorsan, és hozzátok a láthatatlannál tévő köpönyegetek is. Indulnunk kell, de azonnal sok meglepetésem van mára. Vilma és Vili ezúttal kiajta a szokásos esti mosdást, és kirohantak. Vajon miféle meglepetésről beszél nagyapa? A parlang előtt Elza a bagoly várakozott, és egy felszerszámozott róka. – Ugye ő apa barátja? – mutatott rá Vilma. – Mondjátok már, mi történt! – a róka csak kedvesen biccentett, nagyapa válaszolt helyette. Nincs mitől félned, Vilma. Minden a legnagyobb rendben. Róka Rita és Elza segítenek majd nekünk a szállításban. A nagy emberek ma ünneplik a karácsonyt, és mi is meg fogjuk ünnepelni. Lesznek jó ételek, szép énekek, sőt, ajándékok is. Nos, megfelel? Hurrá! Fújjongtak a manó gyerekek, és felvették a láthatatlan tévő köpenyüket. Williáz a hátára ült, Mózes pedig a rókára kapaszkodott fel, Vilmával. És már suhantak is az erdőn át. Egy tisztáson megálltak. Nagy kő állt a közepén, minden nagyon csendes volt, még azt is hallani lehetett, hogy egy-egy marék hó lehuppan az ágról. Egyedül a sok állatnyom mutatta, hogy itt már rengeteg állat járt korábban. Ez a legnagyobb találkozó és plegyka hely az egész erdőben, süttogta Mózes. Gyertek gyorsan, manóskodjunk egy kicsit, mielőtt felébrednek és előbújnak az állatok. Leemelte a róka hátáról a csomagokat, és kiosztotta a munkát. Vili és Elza, ti akasztátok fel a fákra a cinkegolyókat. Vilma, Ted a nagy fenyők alá a mókusoknak szánt diót és magyarót. Te pedig rókarita, kérlek, gyere velem. Mózes apó felmászott a sziklákra, és elkezdte félrelapátolni a havat. Na hát, egy helyen nem kő volt a hó alatt. A róka segítségével odébb húzták a ponyvát, és egy illatos színakupac bukkant elő alóla. A szarvasok csemegéje. Mózes apu a vaddisznóknak szánt almát, és a nyulaknak hozott répát is elővette a zsákjából. Hamarosan minden ajándék a helyére került, jöhettek az állatok. <coughs> Most már mehetünk haza a barlangba, suttogta Mózes apó. Nekünk is jobb lesz szodebent, és az állatok is nyugodtan ünnepelhetnek. Jó, de nekem és Ázzának még akad valami elintézni valónk, mondta vigyorogva Vili és egy marék kívánság csillagot húzott elő a zsebéből. A kis bagoly segítségével teleaggatták csillagokkal a fákat. Még szebb és még barátságosabb lett a tisztás. A vörös alkonyati nap lassan leszállt a fák mögé, a manóképen készültek elhagyni a tisztást, amikor egy dörgő hang harsant fel mögöttük. Megállni! Földbe gyökerezett a lábuk. Hátrafordultak, és egy hatalmas szarvasbikát pillantottak meg a tisztáson. Melyik őtök Mózes? Dörögte a szarvas. Hát, én vagyok, vallotta be a meglepet Manó. Fontos üzenetet hoztam neked és az unokáidnak, mondta a nemes állat, és egy kis csomagot potyantott eléjük, amit a szarvára kötve szállított idáig. Teó küldte. Ó, köszönjük, újongott fel egyszerre Mózes, Vilma és Vili. Mi köszönjük, mosolygott a szarvas. Boldog karácsonyt, kedves Manók, Boldog karácsonyt! kiáltotta Vilma és Vili egyszerre. Alig bárták, hogy visszaérjenek Mózes apó életfája alá. Közel távol egy lélek sem látszott, de a kíváncsiák puncsos, üst mégis ott gőzölgött a tűzön, mellette pedig egy frissen sült dió -torta illatozott. Volt ott három üdvözlő lap is, rajta három név. Mózes, Vili, Vilma. Úgy látszik, itt járt a karácsonymanó, mondta Mózes a mosolyogva. Boldogan ültek le, hogy elköltsék vacsregei reggelijüket. Pillanatok alatt eltüntették a diótortát, Rókarita és Áza is kapott finom meleg kolbászt. Ezután Mózes apó megengedte, hogy Vilma és Vili kibontsa a szarvas hozta csomagocskát. Egy levél volt benne. <kül> Mózes apó felolvasta. Nim nem nomi édeseim. Végre vége a hosszú várakozásnak. Pompás hírekkel szolgálhatok. Mama nem egy, hanem két párnak adott életet. Ilyen csoda csak száz évenként esik meg Manóföldön. Minden baba egészséges, és mi boldogok vagyunk, hogy ilyen csodával ünnepelhetünk. Kérlek, gyertek haza minél előbb, hogy együtt örülhessünk. Elküldjük értetek rőtrókát. Nagyon várunk már benneteket. Ölelünk szeretettel, mama, papa és a négy testvérkétek, Nekik még nincs nevük, majd együtt kiválasztjuk, és az életfájukat is segíthettek elültetni. Utóirat, két lány és két fiú természetesen. Kis idő múlva a három manó már rókaháton suhant át a téli erdőn, a tiszta téli ég alatt, a szikrázó csillagfényben, és mindhárman egyszerre kiáltották. Boldog karácsonyt!